A szabadkai piacon 1 kg pucol dióért 700-750 dinárt kell fizetni. Az üzletek polcain megtalálható behozatali csonthéjasért ennek másfélszeresét, tehát 1000-1200 dinárt. A piacon a helyi termelők adják el a kertjükben termett diót, a boltokban behozatalit árulnak. Sok helyi termelő pont a behozatalt hibáztatja a gazdák sikertelen fellépéséért. Itten sok embernek van diófa és termeli, de a behozatal teszi tönkre, és akkor sokan el is állnak. Itten kellene megadni a jó árat, hogy a termelőnek meglegyen az ambíciója, meg hogy a termelőnek a családja abból meglegyen. Mire egy diófa termővé válik, akár 8 év is eltelhet. Éppen ezért csak kevesen vágnak bele a termesztésbe. Habár a dió egy igénytelen fafajta, a befektetés nehezen térül meg. Én nem mondhatnám, hogy itt nálunk bármilyen nagyobb mennyiségű diótermelés folyna. Azt tudjuk, hogy a hagyományokhoz híven általában az emberek a házuknál, vagy a hátsó udvarukban, vagy a gyümölcsösük végére egy-egy diófát saját céljaikra telepítettek. A hivatalos adatok is azt mutatják, hogy kevés a diófa vajdaságban. Regisztrációt elkezdtük ebbe az évbe, körülbelül 600 tagunk van, és ebből hát azt kell mondanom, hogy dióval nem foglalkozik senki, inkább a gyümölcs telepítéssel, és hát egy-két diófát szoktak telepíteni, de saját használatra szokták. A vajdasági éghajlat és talaj egyébként megfelelne a nem túl igényes diónak, ezt főleg az ország délebbi részein használják ki. Szerbiában ugyanis összesen közel 2 millió diófa áll.